Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és stúdiónk vendégét, Juhász Zsolt koreográfust. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó napot kívánok én is a kedves nézőknek, és szia! Ha máskor nem, egyében egyszer biztos, hogy találkozunk, mégpedig amikor a Kalászi Kortárs tánc találkozó zajlik. Most októberben is lesz, immáron 11. alkalommal, de akkor pontosan mikor várjátok majd az érdeklődőket? Október 16-a és 18-a között kerül megrendezésre, én már 11. alkalommal ez a kis mini fesztivál, ami ilyenkor össze mindig a táncról szól, igazából a táncszínházról és azon belül azokról a kezdeményezésekről, amik valójában a mával találkoznak, tehát ez a kortárs szó azért van odaillesztve jelzőnek, hogy mai friss szemléletű darabokat láthatnak a nézők. Budakalászon a néptáncnak mondhatjuk, hogy most már tényleg nagy múltja van. Miért volt fontos, hogy egy kicsit más jellegű találkozót kezdje el szervezni a városban? Hát egyrészt ugye valóban, ugye a Lemvirág táncaegyüttes, utána a Kalász táncaegyüttes megalapulásával, aztán utána a Sonnenblume táncaegyüttes, aztán volt, ugye alakultak különböző hastáncos formációk is, meg mindenféle tánc betette a lábát Budakalászra, hál' Istennek, mert ugye ezt nekem szívügyem, ugye erről szól az egész életem tulajdonképpen, és ennek kapcsán, hogy én, ugye itt a Duna Művész Együttessel Kalászi Vigasságok, nagyon sok kapcsolat született itt Kalász meg közöttünk, az együttes, illetve én közöttem, és ahogy a Dunatánc műhelyel itt sorra mutattuk be a darabokat annak idején, akkor jött az igény, ugye, hogy milyen jó lenne, hogyha itt nem csak mi mutatkoznánk meg, ha már ugye itt nagy macerával fölépítünk a színházterembe egy nézőteret, hogy azért mégis színházszagú legyen a dolog, illetve konkrétan színházat csinálunk a bálteremből, akkor ezt ne csak egy napra építsük fel, hanem több napra, és tényleg lehessen fogadni más embereket. És nekem ez egy kicsit küldetés is volt, szakmai küldetés is volt, az, hogy tényleg terjesszük ezt a fajta táncszínházi világot vidéken. Egyébként ez ebből a szempontból egyedülálló az országban, mert egy ekkora településen ilyen szintű táncszínházi találkozó, fesztivál nincsen. Tehát az, hogy egy-két előadásra megfordul egy-egy csapat valahol, az se igazán jellemző, tehát abban is vannak hiányosságok ilyen pillanatban Magyarországon, de hogy egy ilyen jellegű fesztivál, az sehol nincsen. Mi lehet ennek az oka? Nem tudjuk, nem ismerjük, nem értjük a táncszínházi világot? Vagy milyen oka lehet annak, hogy talán kevésbé népszerű ma még? Hát szerintem érti mindenki a táncot, hiszen a test az alapvetően kommunikál, tehát egy nonverbális kommunikáról beszélünk. Igazából mindig szoktam magamba egy picit mosolyogni, amikor azt mondják, hogy nem értem. Ez nem igaz, mert érti, csak nem abban a pillanatban még nem tudja, és valahol tudat alatt érti. És erre is szoktam mondani, hogy elsőre a táncszínházat sose szabad megérteni, illetve nem szabad arra törekedni, hogy most rögtön lefordítsam a látottakat, és rögtön nekem az értelmet nyerje ott abban a pillanatban, mert ez ugye nagyon sok összetevőből áll. Ezért hagyni kell egy picit ugye átszűrni magunkon, kicsit a testünkön, a lelkünkön, különböző érzékszerveinkre kell hagyni, hogy hasson, és aztán utána ezekből összerakni a gondolatot, magát, amit akart közölni. Aztán persze még akkor is benne van a pakliba, hogy majd lehet, hogy csak hetek múlva jön rá az ember, mit is láttam valójában. Ráadásul nagyon sok műfaj, nagyon sok stílus tud keveredni egy-egy ilyen előadásban. Igen, hát én nekem ez is a célom egyébként a fesztiválon, tehát alapvetően a néptáncból kiinduló műveket szoktam várni, vagy az olyan alkotókat, akik néptánc kapcsán kezdtek el tánccal foglalkozni, de igazából elsősorban pontosan ezt a vegyítést, tehát hogy valaki megtanult egy erős táncnyelvet,
mint ahogy én fiatalon megtanultam a néptáncot, és abból kezdtem el egy kísérletező tánciház nyelvet kialakítani. Tehát ezeket a kísérletezéseket, ezeket a színházszagú dolgokat szoktam a fesztiválra hívni, és bizony ennek kapcsán nagyon sokszor keverednek műfajok. Egyébként most a fesztiválon két ilyen keveredés is lesz úgymond, mert egy kicsit az egyik fele a fesztiválon picit irodalom szagú lesz, lehet, hogy pont erre akartál célozni, hiszen lesz egy irodalmi est is, Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán, egy híres testvérpárról van szó, mert a Grecsó Krisztián műveit a közönség ugye nagyon jól ismeri, sikeres íróról van szó, és a testvére pedig egy igen sikeres kortárs táncos, és most itt a fesztiválon lesz egy ilyen közös estjük, ahol irodalomról is lesz szó, illetve a Zoli táncolni fog. A másik irodalmi ütletettség pedig az a Dunatánc műhelye előadása, ahol is egy József Attila vers által ihletett előadást fogunk bemutatni, a Ködből csöndből című előadást. És akkor most már tényleg eleget húztuk az időt, két produkciót mondtál, kiket láthatunk majd még? Így van, a másik fele a fesztiválnak az azért érdekes, mert most először nyitottunk a határon túlra. Hál' Istennek, ez már egy régi tervem volt, bár annak ellenére, hogy a támogatásunk ide egy picit kevesebb volt sajnos, pályázati pénzeken kevesebbet sikerült megszerezni, de ennek ellenére mégis meg tudtuk ezt csinálni szűkösebben, úgyhogy Marosvásárhelyről András Lóránt társulat nevű formáció érkezik, mégpedig Györfi Csaba koreográfus, aki egy fiatal, kezdő tehetséges fiú, ő csinált egy UNESCO lecke mozgásszínházat, nagyon izgalmas, tényleg ajánlom mindenkinek, nagyon jó humora van, és ezt az abszurd világot ezt teljesen hozza, amit ugye UNESCO képviselt. A másik társulat az Pozsonyból érkezik, az Ifjú Szívek Táncegyüttes. Ők már nem ismeretlenek Kalászon, mert a Kalászi Igazságokon már korábban léptek föl. De itt most egy nagyon komoly, egy nagyon-nagyon eredeti előadást hoztak, Hontalanítás címmel, illetve hoznak pontosabban. Ezt én Pozsonyban láttam, ahol hát álló taps volt és könnyes szemek. A címe sok mindent elárul, hogy miről szól. Ez egy igazi, autentikus, de mégis kortárs színház. Tehát minden elemében autentikus, zenében, táncban, énekben, de ahogy a Hégli Dusán a létes vezetője, illetve koreográfusa ezt összerakta, az egy hihetetlenül mai és hihetetlen korszerű színházi világ. Én nekem csodálatos élmény volt, mikor láttam, azért is írtam el a fesztiválra. Ez minden néptánc kedvelőnek, illetve minden színház kedvelőnek ajánlom. Ami még ehhez elmondanék, hogy utána az Ifjú Szívek Táncegyüttes tagjai, vagy itt a zenészeivel lesz egy táncház. Ugye, mert a szombat este van a pozsonyi előadás, és utána hajnalig tartott táncház a kávézóban. Jól hangzik. Még egy előadást kihagytam, bocsánat, mégpedig a Novák Péter fémjelezte Tititá című előadást, amit egyébként az édesanyjával közösen csináltak. Foltin Jolán rendező koreográfussal együtt hozták létre. Novák Péter tulajdonképpen a történetmesélő, mesemondó, és köré fűződnek zenész barátai, illetve táncos barátai, és ez lesz a gyerekeknek szóló program, hiszen minden évben csinálunk gyerekelőadást a fesztiválon. Ez is a koncepció része, illetve az is a koncepció része, hogy mindig vannak fiatal, bemutatkozó táncosok, társulatok is? Így van, mindig törekedtem arra, hogy a fesztiválon tudjak lehetőséget biztosítani olyan kezdő koreográfusoknak, akik még most bontogatják a szárnyaikat. Ez korábban olyan formát is öltött, hogy például
a fiatal koreográfus a gáláját csináltunk pár évvel ezelőtt, ahol több ilyen fiatal koreográfus megjelent. Egyébként ezt idén is terveztem egy ilyen gálát, de tényleg anyagi okok miatt ez nem jött létre. Úgyhogy remélem jövőre, mert nagyon sok fiatallal beszéltem korábban, és nagyon szerettek volna jönni a fesztiválra, és nagyon sajnáltam, hogy nem tudtuk őket meghívni, de és remélem, hogy ez jövőre összejön. És mindig, amíg az emberek várnak arra, hogy elkezdődjenek az előadások, van nézni való a folyosón is, gondolok arra, hogy kiállítás nyílik. Lesz-e idén is? Természetesen lesz kiállítás, és természetesen Dusa Gábor a kiállítás felelőse, és a mostani aktualitása az egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a Duna Táncműhely, ami ugye itt kezdte el a Budakanászi Faluházban a működését, itt volt az első bemutató, az most 15 éves idén, úgyhogy 15 év, 15 kép címmel fog a Gábor egy kiállítást összerakni a Duna Táncműhely elmúlt időszakáról. És csak úgy nagyon átsuhantunk a saját előadásotokon, amivel készültök erre a mostani találkozóra, úgyhogy erről egy picit még mesélj nekünk. József Attilát említetted, na de bővebben. Igen, hát én magam ugye nagyon-nagyon szeretem József Attila költészetét, és többször megihletett, ami alapján készítettem koreográfiát. Ezt az előadást Ködből csöndből című verse ihlette tényleg egy az egybe. Székely udvarhelyen készítettem én ezt a koreográfiát először, pár évvel ezelőtt. Csak valójában ott a társulat, érdekes, tehát itt is látszik, hogy van egy határon túli kapcsolat, nem csak a két határon túli vendég. Felosztott a társulat, illetve új illetve távozott az igazgató, és úgy tűnt, hogy nem fogják játszani az előadást. Ez így is van egyébként, és én azt gondoltam, hogy annál jobb lett ez az előadás, már elnézést, hogy így a saját művemet itt dicsérem a kamerák előtt, hogy jó lenne ezt még játszani, és áthoztam a Duna Táncműhelynek, és idén januárban betanultuk, kicsit újraértelmeztem az előadást, és ezt láthatja majd most a közönség, ezt az adaptációt, hiszen Erdély bemutató után Magyarországon is megszületett. Más volt kint megtanítani ezt a koreográfiát, mint itthon, vagy hasonló módon fogadták a táncosok? Egy kicsit más talán a két kultúrkör, amiben mozognak. Hát lehet, hogy más, de azért igazából a táncosok azok nem mások. Tehát a táncosok azok egyformák. A táncos az ott is táncos, Székelyudvarhelyen és Budapesten is. Persze aztán vannak apró dolgok, amiben különbözünk. Annyiból volt más, ugye, a szituáció volt más, hiszen ott készült egy darab, itt meg már betanítottam egy meglévőt, tehát ez egy picit egyszerűbb volt. Az ottani munka az meg azért volt egyszerű, mert nagyon jó partner volt a csapat erre a munkára, és minden nehézség elnére, mert ott is azért ilyenkor az ember kimegy, nincs sok ideje, vagy hosszú ideje, mint amikor a saját csapattal elő tudja készíteni jócskán. De az idő megküzdése ellenére, vagy leküzdése ellenére egy nagyon jó munka volt, és nagyon szerették az előadást a táncosok. Én pedig nagyon megkedveltem őket. Tehát remélem, hogy még majd sikerül valamilyen formában együtt dolgozni. Akkor még egyszer a dátumokat ismételjük el, hogy mikor lehet menni, és milyen módon lehet részt venni az előadásokon. Tehát október 16-án délelőtt lesz a Tititá című előadás, ami ugye Novák Péter neve fémjelzi. Ez
17-én, 7 órakor a Dunatánc műhely Ködből, Csöndből előadása, amit követ a UNESCO darab, az András Lórán Társulat, Györfi Csaba a Lecke című előadása, ez körülbelül 8:30-kor kezdődik. 18-án, 7 órakor Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán irodalmi estje a kávézóban, és utána pedig 20:30-kor a pozsonyiak lépnek föl hontanítás címmel, tehát az Ifjú Szívek Tánca Együttes a nagyteremben, és az előadás után pedig táncház. És mindeközben pedig folyamatosan meg lehet tekinteni a kiállítást, illetve a kávézóba nagyon sokat beszélgetni a táncról. Reméljük, hogy akkor sokan lesznek. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál. Én köszönöm. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!